Az Elzomor és Vegyipari Kombinátban szervezett katasztrófavédelmi gyakorlat miatt sokan vészriasztással ébredtek ma és a környező településeken, ugyanakkor a nyáráttő felüli utat és az autópályát is lezárták, a gyakorlat miatt közlekedési fennakadásokra és ruálért vészjelzésekre lehet számítani egész héten. Noha a múlt héten a Maros megyei prefektúra már bejelentette, hogy mától kezdődően nemzetközi katasztrófa védelmi gyakorlat zajlik a megyeszékhelyen, és a lakosság megértését kérték, a kora reggeli többszörös roálért vészjelzés mégis nem kívánatos módon ébresztette fel a vásárhelyeket és a környékbeli települések lakóit, pihenni akarókat, betegeket, kisgyermekeket. Ez tovább tetőzte, hogy akik Maros Ludas, Radnót, Nyáráttó és Maros Keresztúr felől próbáltak bejutni Marosvásárhelyre, csak kerülő úton és óriási késéssel jutottak el iskolába, munkába. Rajdara Fát belügyi államtitkár hajnalban tartott sajtótájékoztatót, amelyről egy órával korábban küldtek kiértesítést. Minden eshetőségre fel kell készítenünk az egységeinket. Ez nem jelenti azt, hogy holnap valami történni fog. Ennek a valószínűsége továbbra is nagyon kicsi, de ettől még elengedhetetlen, hogy katasztrófavédelmi egységeink felkészültek legyenek, és mindenek előtt, hogy észrevegyük, mi az, amit javítanunk kell. Lesznek külső megfigyelők is, akik jegyzik, ha hiányosságokat tapasztalnak, és a gyakorlat végén megoldást javasolnak az esetleges hibák korrigálására. A hétfő hajnalban kezdődött nagyszabású gyakorlat nem csak a vegyipari kombinátban zajlik. A sportrepülőtéren tábori kórházat alakítottak ki, ahova 60 önkéntes, úgymond sérültet szállítottak. A sérüléseket maszkmesterek alakították ki, hogy élethűen nézzenek ki. Az első fázisban a városi és megyei tűzoltó alakulatokat, mentőszolgálatokat mozgósították. A beavatkozásnak fokozatosnak kell lennie. Ahogy jelenleg is látszik, szinten indítottuk el, tehát eddig az akciókat kizárólag a Maros-megyei szinten rendelkezésünkre álló forrásokból hajtottuk végre, a második részben pedig országos szintre terjesztjük ki. Mostanáig már elküldték a más megyékből származó erőforrások bevetésére vonatkozó parancsokat. Az akció Miatt a lakosság egészen péntekig még számíthat útlezárásokra, mentőautók és helikopterek fokozott jelenlétére, de éjjeli és nappali roalért jelzésekre is. Ehhez továbbra is kellő megértést és türelmet kérnek, még akkor is, ha a lakók éjjel inkább aludni szeretnének.